sportban az elmúlt években bekövetkezett változásoknak talán egyetlen komoly nyertese van, méghozzá a honi labdarúgás. Ha a stadionok nem is, a pályák rendbetétele biztosan hozzátesznek az egyesületek lehetőségeihez. Az elcsikini Zsimóri Zsigmond úti sporttelepén egy olyan komoly öntözőrendszer került elhelyezésre, amely több osztállyal feljebb sem feltétlenül megszokott. Hogyha itt a mögöttünk lévő pályára tekintünk, akkor nem nagyon gondolnánk, hogy ez egész jól meg lett bolygatva, egy vadonatúj és nagyon modern öntözőrendszert kapott. Mit tud egyébként ez a rendszer? Egy 24 szórófejes automata öntözőrendszert építettünk itt ki, mégpedig esőérzékelővel ellátva, ami azt jelenti, hogy nem lesz túllocsolva a pálya, éppen a megfelelő mennyiségű vizet fogja megkapni. A két szórófej 240 liter per perces mennyiséget tud egyszerre a pályára juttatni. A cégünk a Csepel Kft., amelynek a referenciái eddig a Csepel futballklubnak csináltunk 3 öntözőrendszert, a Ráckevei futballklubnak, és most az Ercsinek, fiatal cég a miénk, úgyhogy örülünk, hogy ezt a munkát elvégezhettük. Egy picit tegyük valahol helyre, hogy mennyire modern ez a rendszer. Hát teljesen a mai követelményeknek megfelelő. Ugye süllyesztő van a pálya területén elhelyezve, balesetmentes, semmiféle veszélyt nem jelent a játékosokra. A rendszer úgy néz ki, ez egy rainbird rendszer, ahogy mondtam, és tulajdonképpen kiugrik a fej a gyepből egy ilyen 10 centi magasságra, majd szépen visszamegy a gyepbe, úgyhogy teljesen eltűnik a fűben. A 2 héttel ezelőtti állapot az még úgy nézett, hogy megvoltak ezek a bevágások, most már gyönyörűen vissza van terítve a fölhajtogatott gyepszőnyeg. Most nyilván a játékosok már nem használják az idén ezt a pályát, de nagyjából mennyi idő kell a regenerációra? Nyilván, hogyha ez a beruházás abban az időszakban lenne, amikor sarjad a fű, tehát egy tavasszal, akkor sokkal előbb lehetne. Ugye a fűnek az egy 3 hét kellene, hogy megkapaszkodjon és visszamenjen a helyére. De hál' Istennek az időjárásnak köszönhetően talán ez egy másfél hónap alatt rendbe fog jönni, és tavasszal egy jó kis műtrágyázás után kis fűmagvetéssel észrevétlen lesz a pályán ez a beruházás. Most délelőtt még azért tartottak munkálatok, volt az elektromos rendszernek a szerelése. Volt már próbaüzem? Kipróbálták, hogy működik-e minden? Igen, volt már próbaüzem. Szeretnénk, hogyha ez ma befejeződne teljesen ez a munkálat. Nyilván, hogyha bármi történik az elkövetkezendőkben a cégünk, akkor további is rendelkezésre áll, és karban fogja tartani a pályát és a locsoló rendszerét. Elnök úr, hogyha nem számítjuk a műfűves pályát, akkor ezzel az öntözőrendszer átadással azt gondolom, hogy az utóbbi évek legnagyobb fejlesztése valósult meg itt a Kinizsi sporttelepén. Miben segít majd ez az egyesületnek? Hát teljesen automata rendszerre állunk át, nem kell tömlőket hozogatni, időjárást figyeli, tehát nem, emberi tényező ki van zárva, tehát a fűvek két dolog kell locsolni és nyírni kell, és ezzel ebben nagyban segítjük a pályának a minőségének javulását. És ha jól tudom, akkor ez egy energiatakarékos rendszer ráadásul. Ugye itt elkészült egy kút, illetve egy 27 köbméteres tározó is. Igen, hát egy kútban nyomjuk vizet a tartályba. A kút az 29 méter mély, a tartály 27,5 köbméteres, és a tartály bocsoljuk magát a pályát. Úgy tudom, hogy ezzel együtt a kinti gyakorlópályán, a cukorgyári pályán is egy fejlesztés megvalósult. Ha anyagilag meg tudjuk engedni, akkor ott is lesz egy automata. Nem ilyen komoly, mint ez a penti pálya, de olyan pálya, a locsolórendszer lesz építve, ami teljesen befedi az egész pályát. Egyelőre kút megvan, a szivattyú megvan hozzá, víz van benne bőven. Arról is beszéljünk néhány mondat erejéig, hogy milyen forrásokból valósult meg ez a fejlesztés. Úgy tudom, hogy ebből van pályázati pénz, illetve ehhez hozzájárultak a csapathoz közel álló emberek. Sőt, még reggel önt is láttuk szerelni az elektromos szekrényt. Elektromos részét azt mi csináltuk. Anyagi részének a 66%-át a pályázaton nyertük. A fennmaradó összeget azt Karsai Gergely felajánlásából kaptuk egy részét, a másik részét pedig a vezetőség tette hozzá, ami fennmaradó összeget. Most az időjárással is szerencséjük volt ezúttal, de volt egy másik fejlesztés, amiről már korábban beszéltünk, klubház öltöző, illetve egy egész nagy épület komplexumnak a kialakítása. Ez most jelen pillanatban hol tart? Hát ott tart jelen pillanatban, hogy építési engedélyre várunk. Sajnos nincs még hatalmas építési engedélyünk, így nem tudunk menni még a pénzért sem. Tehát nem tudunk szerződni december hónap 10-ig. Lenne kivel szerződni, nincsen meghatalmazásunk, akkor valószínűleg nem lesz az épületből semmi jövőre sem, tehát valószínűleg tolódni fog az egész.